Államtitkár úr, az én információim szerint ezek sokkal inkább közlések voltak, mint valódi egyeztetés, és hiába kérdeztem a főosztályvezetőt, hiába kérdeztem a kormányt az Alkotmányügyi Bizottság ülésén, hogy mi lett ennek az eredménye. Vagyis, hogy mit mondtak az érdekképviseletek. Az sem ott nem hangzott el, sem most ön nem mondta el. Na most én azt gondolom, hogy egy ilyen kérdésben, ami ilyen mélyen vág bele az állomány szövetébe, az rendkívül fontos lenne, hogy megpróbálják hozzá megszerezni az érdekképviseletek támogatását, és ha nem, akkor is az ő álláspontjukat megismerhessék a jogalkotók, és az, amit elfogadnak, az milyen érvek alapján, amit nem fogadnak el az ő álláspontjukból, az milyen érvek alapján történik. Ez ennek az előterjesztésnek rendkívül súlyos fogyatékossága, a többi kritikánkat pedig a plenáris ülés keretében itt a vezérszónoklatnál fogjuk elmondani. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, a Foglalkoztatási Bizottság véleményét Karákos képviselő úr ismerteti. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselőtársak, a többségi véleményt szeretném ismertetni önökkel. Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság a tegnap ülésen megtárgyalta a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi 58. törvény módosításáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 23. törvény módosításáról szóló előttünk levő előterjesztést. A bizottságon elhangzott lényegi, nem politikai vonatkozású, nem politikai indítatású elemeit szeretném most megfogalmazni, megismertetni önökkel, hiszen ahogy elhangzott, de a tényszerűség kedvére akkor elmondom, hogy az Alkotmánybíróság határozatai szerint alkotmányellenes kormánytisztviselő és a közszolgálati jogviszony tekintetében a korábban szabályozott indoklás nélküli felmentés, ezért szükséges meghatározni tehát a felmentési indokokat. A köztisztviselői új felmentési indokai között alapvetően a kormánytisztviselők új felmentési indokaihoz igazodnak. Kormánytisztviselők felmentésének új jogcímei fel lehet menteni egyrészt strukturális okok miatt, ahogy elhangzott, létszámcsökkentés, államigazgatási szerv vagy az államigazgatási szerv tevékenységének megszűnése esetén, amelyben a kormánytisztviselőt foglalkoztatták átszervezés után, amelyben hangsúlyozottan mondom, amennyiben a munkaköre feleslegessé vált, fel kell menteni, aki a hivatalára méltatlanná vált, illetve nem megfelelő munkavégzés, vagy munkakör egyoldalú módosítása esetén, amely szerint a kormánytisztviselő azt kéri, bizalomvesztés, egészségügyi jogból alkalmatlan, illetve különböző nyugdíjjogosultsági feltételek alapján. A jogszabály meghatározza azokat a fogalmakat, amelyek a felmentés során okokat, illetve adott helyzetben vitás kérdéseket jelenthetnek. Ahogy elhangzott, szeretném hangsúlyozni, hogy kibővítésre kerülnek a felmentéssel szembeni jogorvoslati eljárások is. Új belső jogorvoslati fórumként létrejön a kormánytisztviselői döntőbizottság. Ennek a fórumnak az egyik célja, hogy elejét vegye a hosszan elhúzódó bírósági eljárásokat. A módosítás csak a fő szabályokat rögzíti, a részletszabályozást külön jogszabály látja majd el. A bizottság ülésen minden frakció képviselője hangsúlyozta, illetve szándékai szerint mondta, hogy azt szeretné, hogy a közszférában egyre egyszerűbben és egyre kevesebb bürokráciával zajlódjanak le a folyamatok. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a bentlevők, hanem mindenkinek, aki igénybe veszi az ellátásukat, szolgáltatásukat, az érdeke. Ugyanakkor minden vitában résztvevő bizottsági tag azt is szeretné, azt gondolom, hogy ezt mondhatom nyugodtan, hogy kellő garancia is legyen a munkavállalók számára érdeksérelem esetén. Mindezeket a szempontokat azért mondtam el az előbb, tehát, mert a javaslat szerint, ahogy elhangzott, kibővítésre kerülnének a felmentéssel szembeni jogorvoslati eljárások is. Ez az új belső jogorvoslati fórum neve tehát a kormány tisztviselői döntőbizottság. A bizottságban arról volt vita, hogy az előbbi két szempont, amelyet említettem, érvényesül-e ennek a testületnek a törvényi meghatározása következtében. E jogi fórum létrehozása mellett vagy ellen majd gondolom, aki szeretne, tehát mellette vagy ellene gondolom, aki szeretne, majd érvelni fog a parlamenti vita során. Fontos szempontnak tartom, ezért elmondom, hogy a jogszabályban szereplő munkakör módosítási lehetőség csak a kormánytisztviselők számára áll fenn, de az is a munkavállaló szempontjából garanciális szabályokkal.
a többségi véleményt megfogalmazó Fidesz-KDNP bizottsági képviselők az elmúlt időszak vitái alapján azt mondjuk, hogy szükség van a szakmai alkalmasság, alkalmatlanság kérdésében kritériumokat megfogalmazni. Ennek ez a javaslat eleget tesz. És a bizottság ülésen, ahogy elhangzott képviselőtársaktól, valóban beszéltünk arról, hogy szakmai érdeképviseleti szervezetekkel abban a három körben a képviselőasszony által említett időpont az április 28-a volt tudomásom és ismeretem szerint a harmadik egyeztetésnek az időpontja, ahol magát a normaszövegtervezet, tehát a normaszövegtervezetének a konkrétumait is egyeztették, és a bizottsági álláspontunk lényegéhez tartozik, többségi, illetve kisebbségi lényegéhez tartozik, hogy a bizottságunk végül 12 igen és 6 nem szavazat mellett általános vitára alkalmasnak találta a benyújtott törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a türelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. A foglalkoztatási bizottság ülésén kisebbségi vélemény is megfogalmazódott, amelyet most két képviselő, Kaufer Virág és Neményi András fognak előterjeszteni elsőnek. Megadom a szót Kaufer Virágnak. Természetesen az 5 perc időkeret így kettőjükre fog vonatkozni, és Neményi András majd azt az időkeretet fogja felhasználni, amelyet Kaufer Virág képviselőasszony után fönnmaradt képviselőasszony, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, igyekszem takarékos lenni az idővel, barátian elosztani. Én a tartalmi és részletes kritikát meghagynám képviselőtársam számára, ugyanis az ellenzéki pártok a legfőbb kritikai pontokban egyetértettek, hogy milyen kritikájuk van ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatosan. Azonban egy fontos elemet szeretnék kiemelni, ami a vitának a természetére vonatkozott. A bizottsági ülésen a legfőbb vita az a munkáltató túl nagy hatalma és szubjektivitás a munkavállalóval szemben volt, tehát túl nagy döntési szabadságot ad a munkaadó számára ez a törvényjavaslat arra nézve, hogy miért is bocsáthatja el, mentheti fel a köztisztviselőt, illetve kormánytisztviselőt, és ez volt az a legfontosabb elem, amiben minden ellenzéki párt egyetértett, hogy változásra vagy módosításra szorul. A bizottsági vita elég érdekesen alakult, leginkább a Fidesz és az MSZP vitatkozott azon, hogy kormányzásuk alatt kibocsátott el több köztisztviselőt, kiépített le több köztisztviselőt, ezt mi új parlamenti pártok, a Jobbik és az LMP érdeklődéssel hallgatta, de abban egyetértettünk, hogy igazából itt egy olyan politikai kultúra, egy olyan politikai szemlélet van, amit mindenképpen változtatni kell, ezt az átkot mindenképpen meg kell törni. Fel kell hagyni azzal, hogy a köztisztviselőket politikai zsákmányállatnak tekinti a mindenkori politikai elit, a kormány, és nem szakmai partnerként, és nem a szakmaiságuk értékelésével és figyelembevételével viszonyulnak hozzájuk. Ez az az átok, politikai átok, amit meg kell törni, és a két új parlamenti párt egyetértett abban, hogy ez a törvényjavaslat sajnos ezt nem teszi meg. Annak ellenére, hogy a kormány szándéka az, hogy egy átlátható és hatékony köztisztviselői rendszert hozzon létre, kormánytisztviselői rendszert hozzon létre, ezzel a törvényjavaslattal tulajdonképpen ezt a rossz politikai kultúrát, politikai hagyományt folytatja, ezért nem tudtuk támogatni. Itt adnám át a szót MSZP-s képviselőtársamnak, aki a részletes kritikát is megfogalmazza, amelyben a három ellenzéki párt nagyjából egyetértett. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony. A hátralévő időre átadom a szót, és megadom a szót Neményi András képviselő úrnak, az MSZP képviselői csoportból. Parancsoljon, képviselő. A szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, hogy hallatszott a foglalkoztatás és munkaügyi bizottság ülésén, azért éles politikai vita bontakozott ki, ami talán nem is csoda, hiszen ebben a formában ez a törvény ez nem tisztán szakmai kérdés, és láthatjuk, ez politikai kérdéssé minősült. Mind ahogy az előzménye is már az volt, hiszen két alkotmányellenes törvényt hozott a kormány javaslatára a parlament, egészen pontosan az egyiket nem is a kormány javaslatára tette, hanem az itt lévő államtitkár úr és miniszter úr egyéni képviselőként nyújtotta be, hogy még az egyeztetése legyen lehetséges a szakszervezetekkel, vagy egyéb egyeztetésre jogosult szervezetekkel. Ami szomorú ebbe az egészbe, hogy ezekkel az alkotmányellenes törvényekkel több kormánytisztviselő és köztisztviselő veszítette az állását.
A bizottságon persze volt arról vita, hogy hány. Én azt gondolom, hogy nem is érdemes belemennünk semmilyen számmisztikába, hiszen nem ez a lényeg. Akár csak ha egy ember is veszítette az állását, akik ezeket a törvényeket hozták, felelősséggel kell, hogy tartozzanak ezért. Persze az egy kérdés, hogy hogyan tudnak jogorvoshoz jutni, hiszen éppen a bírósághoz fordulás joga volt az egyik olyan jog, amelyik csorbult ezzel a törvénnyel. Az új szabályozás, hogy már elhangzott, formálisan eleget tesz az Alkotmánybíróság döntésének, de tartalmilag ugyanolyan helyzetbe hozza a köztisztviselőket és a kormánytisztviselőket. Ez a helyzet egy szóval a kiszolgáltatottság helyzete. És ennek a két legfőbb eszköze, ahogy már elhangzott, a bizalomvesztés, amelyik a szubjektív elem, amit mindannyian kritizáltunk, amelynek nincs helye egy ilyen törvényben, a másik pedig a kormánytisztviselői döntőbizottság létrehozása, amely egyrészt növeli a bürokráciát, amelyel ellen mindannyian kellene, hogy küzdjünk, másrészt pedig azért beszédes, hogy a miniszterelnök nevezi ki az elnökét és tagjait az igazságügyi miniszter javaslatára. Az is elhangzott, és talán ez a zárszó a bizottsági kisebbségi véleménynek, hogy a köztisztviselői életpálya első eleme ez volt a kormány képviselőinek a véleménye és mondata. Igen, mi azt gondoljuk, hogy sokaknak egyben az utolsó is ez a mostani törvényi szabályozás, és ezért a három ellenzéki frakció ebben egyetértve általános vitára sem találta alkalmasnak a bizottság ülésen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Tisztelt képviselőtársaim, most a vezérszónoki felszólalások következnek 20-20 perces időkeretben, és ezek között a házszabály előírásoknak megfelelően 2 perces felszólalásokra nem kerülhet sor. Elsőnek megadom a szót Vas Imre képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Képviselő úr, parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk fekvő Téper 2941-es számú törvényjavaslat, a kormány tisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi 58. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 23. törvény módosításáról szól. A javaslat két részével foglalkozom. Egyrészt a köztisztviselők, illetve kormánytisztviselők felmentésével, másrészt a kormánytisztviselői döntőbizottsággal. Az Alkotmánybíróság 8/2011 számú határozatával a köztisztviselők tekintetében, 29/2011 számú határozatával a köztisztviselők tekintetében semmisítette meg az indoklás nélküli felmentést. Ezt a űrt vagy joghézagot kívánja pótolni ez a törvényjavaslat. A törvényjavaslat egyrészt szabályozza azokat az eseteket, amikor a kormány, illetve a köztisztviselőt fel lehet menteni, és azt külön szabályozza, amikor fel kell menteni. A kormány, illetve köztisztviselőt fel lehet menteni abban az esetben, ha az arra illetékes szerv, vagy az adott szerv vezetője döntése alapján létszámcsökkentést kell végrehajtani, és a kormány, illetve köztisztviselő tovább foglalkoztatására nincs további lehetőség. Megszűnt a szerv azon tevékenysége, amely a kormány, illetve köztisztviselőt foglalkoztatták. Átszervezés következtében a munkakör feleslegessé vált, a kormány, illetve köztisztviselő nyugdíjasnak minősül, itt azonban van néhány kivétel, amit most nem kívánok részletezni. A kormány, illetve a köztisztviselői jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, például, hogyha hivatalára méltatlan, a munkavégzése nem megfelelő, egészségügyi jogból feladatára alkalmatlan. Van egy olyan, ami kizárólag a kormánytisztviselőkre vonatkozik, a munkakörének egyoldalú módosítása esetén ezt a kormánytisztviselő kéri, vezetőjének bizalmát elveszti, rokkantsági, baleseti rokkantsági, előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult, valamint 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nő ezt kéri. Nagyon fontosnak tartom, hogy a javaslat egyértelmű fogalom meghatározást ad arra, hogy kitekinthető hivatalára méltatlannak, kinek a munkavégzése nem megfelelő, illetve mi minősül bizalomvesztésnek. Ezeket a fogalom meghatározásokat megfelelő jogi garanciának tartom arra, hogy
az ellenzéki képviselők kritikáira, tehát ez pontosan meghatározza a javaslat, hogy ezek alatt a fogalmak alatt mit kell érteni. A kormánytisztviselői döntőbizottság intézményének bevezetésével a javaslat egy új jogorvoslati fórumot teremt meg a kormánytisztviselők számára. A jogorvoslati fórumhoz fordulhat a kormánytisztviselő különösen a jogviszonyának megszüntetésével, összeférhetetlenséggel, minősítéssel, teljesítményértékeléssel, fegyelmi és kártérítési üggyel kapcsolatos munkáltatói döntéssel szemben, valamint a kinevezés egyoldalú módosításával, a fizetési felszólítással és vezetői pótlék csökkentésével kapcsolatos ügyben. Ezen új jogorvoslati fórum előnye, hogy az adott szakterületre specializálódott szakemberek bírósági eljárásnál rövidebb idő alatt döntenek a jogvitában, ugyanakkor a bíróság ezt a döntést kérelemre felülvizsgálhatja, vagy felülvizsgálja, ami további garanciákat jelent a kormánytisztviselők számára. Összegzésként elmondható, hogy a javaslat nagyobb biztonságot teremt a kormány, illetve a köztisztviselők számára, ezért kérem képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő felszólaló Lampert Mónika képviselőasszony, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónoka, aki jelezte, hogy felszólalását innen az emelvényről fogja megtenni. Köszönöm szépen, képviselőasszony, hogy fölfáradt, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, kedves képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Azt én nem csodálom, hogy a vezérszónoklatra rendelkezésre álló 20 percből Vas Imre képviselőtársa mindössze 4 perc 35 másodpercet költött el, mert hát erről a törvény előterjesztésről több jót mondani igazán nem lehet, úgyhogy az ön teljesítménye így is tiszteletre méltó, képviselő úr. Demokratikus jogállamban egy ilyen esetben, amikor a kormánytisztviselők, majd a köztisztviselőkről szóló törvény esetében is az Alkotmánybíróság megsemmisíti az indokolás nélküli felmentésekre vonatkozó szabályt nagyon súlyos érvekkel, akkor legalábbis annyit illet volna mondani a kormánynak, hogy bocsánat. Nem az ellenzék ellenek, mert ön mondta, ezt már előre tőlük, nem tudunk, hanem attól azok kormány a kormánytisztviselők, köztisztviselőktől, akiket kiket indokolás indokolás kirúgtak, és nekik voltam hajlandó, csak még ott nyitón gondolni sem arról, hogy tudnának nekának fogok, akik jogatolvoslatosi bizonyítani, mik, mert ez akkor az a bírókmányákról eté fekehén fejbe bizonyított az önnyit, amit hogy csinálnak az állnak, ott a kértmányos. Hát mert, de hát ennek van azok a kis amérne, hogy mit emeltett a Fidesz ADSZK-s korrempi, és nem már nyilat véletlen. Nem gondolom, gondol, hogy én az odó jogozó szokogás áll, akár kámti, akár úr, akár hult tanulgál, kollégáig, ne tudták tudta nagy volna pont gyomprantos. Mit csinálnak, csinálnak ott az alkotmánysértés. De ezt hatos tudatosan csinálták, és pedig még ért igazit, mert kritik a politikai szakmális erzik, tehát ott a hatlisankor alomtráncáló ecióz eszközén két a kettákar ezt intéz az intézkedés alkalmazik a mozgatni. És így gondolták, hogy hát, hogyha az a mány bakottság írósnak majd ez ma, vagy az én a tekintet majd nekez egyszer nem tették, akkor az alkotmánybírósság tudod fordulnak, és ott az alkotmánybíró ezt gond megdolja, rász jogek egy kodik, hogy kicsi vonak azt jobbot. Ismert ezt a kérjük-e kár logik, az miniszönök elnök szereztek el a kár logik, jogát a jobbra nélamre nézve váltásra, aztán esetben a tébatás állaszbályó szabakra, de már nézszerre áretont elmond. Nos, Napoli ilyen kritikai környezetben születek meg ez a tudósvény munkásítás, amelyet talán kell nem mondták nagy falhozni, hogy őre előadom megmondsz, hogy a magyar tapáttal is nem fog támogatni. Nem csak ne elők az ények közmények nem miatt támogatni fogad, hanem amit is ebben ne van benne, miatt amit tart. Mert kér egyéb, miként az összben előmények közmények, a politikailag rendről kívül erőterítésen kiugzálják, ha a kormány többség egy szintén magákét magába szölnált volt, és gondol az volna, hogy meg akkor már egy próbálség egy tisztes parázs reputáció vége elvégezni, ez még korrektán akár tudhat maga ne túl lenni. Messze nem történik, hanem azt történik ezzel a törvényel, hogy ugyanazt jön szét a célt,
jelenleg első korban, hogy a köztrimányítők is elköztesek a köztviselők. Kál önlapló szakmai tartas nitásüli élkáve alá szóltetei öga ezzel hozzád be a kszános, de próbáltak megállás ezt már tök közönyére rétte. Azt én gondolom, hogy ez